Az év első edzésére érkeztek a DAC labdarúgói. Új stílushoz kell hozzászokniuk, hiszen mostantól a 48 éves angolai származású portugál szakember az edzőjük, aki ambiciózusan kezdte a munkát. I know the project, I know what the president want to do in the club, but now the club is already better. The conditions are very good and I'm very happy to be here. The quality of the players is good also. We want to be a dominant team all the games, not only at home but outside also. So I bring this experience here to help these young players. But I think it's the project from Donetsk is to bring the young players, to help them to get better 3-4 years and try to make good business with the players. A gyakorláson egymás után hangzottak el az új tréner utasításai. Ami a játékos keretet illeti, egyelőre nincsenek nagy változások. Több futballista érkezett a DAC Akadémiáról, a távozók között pedig csak Ronen neve szerepel. Dominik Kruzsliák bizakodva várja a tavaszt. Ten pohár je taký najreálnejší z našej strany, takisto aj finále sa hrá u nás Dunajské, čiže aj o to možno väčšia motivácia, čiže na Slovan máme 10 bodov, taktiež by som povedal, není to nereálne, keď vieme, aký Slovan má káder, čiže to asi ťažko, ale ten pohár je taký najreálnejší pre nás. A DAC hét felkészülési mérkőzést játszik. Többek között a cseh Mladá Boleslav, a szerb Crvena Zvezda és a szlovén NK Maribor ellen. A sárga kékek február 16-án kezdik a tavaszi idényt a Senica elleni hazai meccsel.